NER közeli luxus szállodákban költik el az adósok pénzét a végrehajtók. Már-már hagyománynak számít a végrehajtóknál, hogy konferenciákat tartanak a magyar tenger partján. A konferenciák célja az elmondásuk alapján, hogy tovább fejlődjenek szakmailag, de belsős információk alapján, tudomásunk szerint ezek a konferenciák, ezek a többnapos konferenciák sokkal inkább szólnak a bulikról, mint a szakmai fejlődésről. Valamilyen oknál fogva pedig több évtizeden keresztül a Habony Árpádhoz köthető Klubtihanyban tartották meg ezeket a konferenciákat. A jelenlegi értesüléseink szerint szeptember 26-a és 28-a között fogják megtartani a soron következő konferenciát, amit nem máshol, mint új helyszínen, a Siófoki Hotel Azurban fogják megtartani, ami szintén NER közeli luxus szállodának mondható. Mégpedig azért, mert pár éve a tulajdonosai 426 millió forintos visszanemtérítendő támogatást kaptak, de korábban is kaptak már 470 millió forintos támogatást egy másik kisfaludi pályázatból. Érdekes, hogy a végrehajtói kar csápjai egyenesen a kormányig értek, és folyamatosan a NER közeli luxus szállodákban szervezik meg ezeket az eseményeiket. Persze nem elég ez a fideszes szál, a kisemmizett adósok pénzén tartanak szakmai konferenciákat a népnyúzó végrehajtók ráadásul. Több 10 milliót szórnak el, és ezt a költséget információink szerint a kari költség általányból fizetik meg, amit bizony a végrehajtás alá vont személyek fizetnek meg, ugyanis minden egyes ügy után az adósoknak fizetniük kell kari költség általányt, és ugye ezt nem is olyan régen emelte a kormány, ezt a díjat 1000 forintról 5000 forint minimum összegre. És az ebből az évi összegyűlt több milliárdból vásárolnak egyéb iránt különféle ingatlanokat, vagy ugye üdültetik ilyen formában a végrehajtókat. A Mi Hazánk mozgalom határozott álláspontja az, hogy az MBVK székházban, itt a mögöttem lévő épületben kellene tartani ezeket a szakmai napokat, és így nagyobb valószínűsége is lenne a szakmaiságnak és a végrehajtók fejlődésének egyaránt. Viszont ha ott van már az összes végrehajtó ezeken a konferenciákon, véleményünk szerint nem ártana meghívni az adósokat is, hogy végre választ kaphassanak ők is a kérdéseikre. Fontos lenne a NER és a végrehajtó közötti kapcsolatokat végképp felszámolni, mert a Völner-Sádol ügynél is láthattuk, hová vezet ez az egész folyamat. Ezeken a szálakon keresztül pedig az új végrehajtási törvény megalkotását kellene végigvinni. Ezek az apró tények pedig nem más mutatnak sajnos, mint sem, hogy a kormány és a végrehajtást teljes szimbiózisban élve Magyarországon.